Önök a Bonyhádi Naplót látják, én Lipták Péter vagyok, köszöntöm nézőinket, mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Meglepetés kiránduláson vettek részt az idősek Bonyhádon. Szakmai előadásokkal is színesített Tarka Fesztivált rendeznek. Ötödik alkalommal került megrendezésre a Harmonika tábor. Népszerű sporttábor a gyerekek körében. Bonyhádon mérték össze erejüket a legjobb strandfoci csapatok. Csodás környezetben zene szóval és finom ebéddel várták a nyugdíjasokat a Bonyhádi Gondozási Központ munkatársai. A szervezők még igazi házi kuglóval is kedveskedtek az időseknek, az intézmény nappali ellátásban részesülő szépkarú tagjai és az idősek otthonának lakói vettek részt a meglepetés kiránduláson. Kellemes zene szóra mit is lehetne tenni, mint felállni az asztaloktól és táncra perdülni? Élő zene is várt a Bonyhádi Gondozási Központ által szervezett délelőtti meglepetés kiránduláson a nyugdíjasokat. Évek óta bevett hagyomány, hogy egy-egy kirándulással kedveskednek az időseknek. Nagyon jól érezzük, a párom, a férjemmel együtt vagyunk itt, nagyon szép helyekre megyünk meg, mindig van valami jó kis program, volt a majális, volt a hol voltunk még? Tavaly Váraján voltunk, az is nagyon szép volt, nagyon jól éreztük magunkat. Jó a társaság, a nővérek nagyon aranyosak, jól érezzük magunkat. Mi nem lakunk, csak bejárunk, és ebéd után, vagy nem is ebédelünk ott, hanem hazamegyünk, és jó van, jól vagyunk, itt vagyunk. A férjemnek volt egy nagyon nagy balesete, és hogy ne üljünk olyan sokat otthon, egy kicsit kimozduljunk otthonról, és ez nagyon jó, így az emberek sok ismerős, bonyhádiakkal találkozunk, mert mi Bonyhád-Majoson lakunk, ott is születtünk, és ezért jövünk el is, hogy ismerkedjünk, köszönjünk egymásnak, megbeszélgessünk. A meglepetés kirándulások célja, hogy olyan helyekre vigyék el az időseket, ahol előtte nem jártak, és ott olyan programokat biztosítsanak nekik, amik eltérnek a hétköznapoktól, ahol kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek. Régi TS pincére esett a választásunk, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni a tulajdonosnak, Stráker Gyuri bácsinak, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta az ő kis magán birtokát, és hogy itt bulizhatunk ma az időseinkkel. A szokásos, hogy a Peti kollégánk főz, nagyon szeretik az idősek az ő főztjét, és nagyon büszke vagyok rá, hogy mindig minden feladatot elvállal, lehet az pörkölt, lehet az halászlé, és az idén halászlével, hiszen a szőlőhöz talán a halászlé megy a legjobban szerintünk, úgyhogy halászlével várjuk őket, és friss házi kuglofokkal. Mindig mindennek jelentősége van a szervezésünkben. Ugye nagyon sok idősünk nem tudott részt venni a Várajai Kuglofesztiválon, és így egy kicsit szeretnénk nekik is föllelevinteni azt, ami Váraján történik, tehát amikor itthon sütjük meg a házi kuglofokat a házi ízek szerint, és nem a bolti ízeket tálaljuk föl nekik. Egy-egy ilyen rendezvény a városi összefogásnak köszönhető. Sok segítő szándékú ember támogatja a nyugdíjasok kikapcsolódását, és járul hozzá a helyszínnel, az ételekkel, italokkal, vagy az élő zene szolgáltatással. Mindenhez elengedhetetlen egy olyan csapat, aki mindig bevállalja azt, hogy igenis végigcsináljuk ezeket a programokat, és együtt mindenre képesek vagyunk. Én vagyok az ötletgazda mindig mindenben, de ehhez kell egy támogatói kör is, akik elfogadják és segítik az ötletem végig vitelét, de ez szponzorok nélkül és egy összetartó csapat nélkül nem menne. De öröm ránézni az idősek arcára, hiszen felemelő érzés az, amikor boldognak látjuk őket. A mostani rendezvényen a szervezők egy dologra voltak kíváncsiak, mielőtt az idősek elfoglalták volna a helyüket. Hogyan fejeznék be azt a mondatot, hogy ha ifjú lennék? Mit tennének, ha mindent újra előről lehetne kezdeni? Érdekes válaszok születtek. A kirándulásra ellátogatott a város polgármestere is, Filóné Ferenci Bolya, aki elmondta, hogy jó látni, hogy ilyen jól érzik magukat a nyugdíjasok. A Gondozási Központ egy olyan intézménye a társulásnak, hiszen ez nem Bonyhád önkormányzatának az intézménye, hanem 25 település társulási formában tartja be fönn az intézményt, de az idősek otthonába, illetve az idősek klubjába, ahova járnak az időseink, azok elsősorban bonyhádiak, és nekik a vezetőség rendszeresen olyan programokat szervez, mint a mai is, és láthatjátok, hogy nagyon jó a hangulat, nagyon sokan eljöttek, csodálatos az idő, a helyszín, talán a legszebb helyen vagyunk Bonyhádon, ahonnan a legjobban látszik Bonyhád,
a panoráma az csodálatos, és azért fontos az, hogy ne csak ne maradjanak egyedül, hogy legyenek közösségbe, hogy valahova tartozzanak, és hogy érezzék, hogy rájuk is szükség van. 63 szépkorú jelezte, hogy szeretne részt venni a rendezvényen. Nem csak a nappali ellátásban résztvevők jöttek el, hanem az idősek otthonának lakóit is meginvitálták a szervezők. Augusztus 12-én és 13-án rendezik meg Bonyhádon a térség egyik legjobban várt ünnepségét, a 20. Tarka Marha Fesztivált. A kilátogatók szakmai előadásokat is megtekinthetnek, melyek mellett számos zenés, táncos program is gondoskodik a jó hangulatról és szórakozásról. Augusztus 2. hétvégéjén rendezik meg Bonyhádon a jubileumi 20. Tarka Marha Fesztivált. A már jól megszokott módon idén is a marhahúsból készült ételeké lesz a főszerep, de a kilátogatók részt vehetnek szakmai előadásokon, kulturális és egyéb szórakoztató programokon is. A Tarka Marha Fesztivál első napja az én feladatom tulajdonképpen, annak a szervezése, a szakmai nap. A szakmai napon 3 előadónk lesz, ezt követően pedig a szokásos konferencia utáni sültökor és marhagulyás fog következni. Bonyhádot a magyar tarka tette igazán híressé, hiszen már a percelek idejében kialakult a piros tarka tájfajta. Ismertető jele, hogy színe a bőrsárgától a sötétvörösig terjed, fehér foltokkal. Az eredeti bonyhádi tájfajtát az alapjában sötétvörös szín, martájékon átcsapó fehér folt, fehér fej, pigmentmentes szügy és köröm, valamint fehér farokbolyt jellemzi. A 20. század elején több mint 1 millió volt a magyar tarka létszáma, aztán ugye következett egy váltás, amikor úgy gondolták, hogy a 72-es reform idején, hogy a nagyvárosok környékére egy tejelő fajtát kellene telepíteni, hogy a tejellátás biztosított legyen. Ez idézőjelben olyan jól sikerült, hogy a magyar tarka létszáma elkezdett nagyon-nagyon fogyni, és a 89-ben, amikor megalakult az egyesület, akkor tért a fajta újra magához, és kezdett növekedni a létszáma, és indult el a komolyabb tenyésztése, úgyhogy ma már újra 60 ezer körül van a magyar tarka tehén létszáma itt Magyarországon. Két helyszínen is zajlanak majd a programok, a szórakoztató műsorok és a koncertek. A korábbi években, illetve a kezdetekkor a mostani kaszinókert adott otthont a fesztiválnak, és ahogy ez bővült, ki kellett menjünk a szabadságtérre, és valljuk be, ez a tér a régi formájában nem is volt annyira esztétikus. Igazából a programokat kinőttük, és ezért is volt jó, hogy a város központba került. A délutáni programok mindkét napon a kaszinókertben kerülnek megrendezésre, pénteken 4 órakor kezdődnek majd, és tartanak este 8-ig. Aztán lesz egy rövid átállás, és a szabadságtérre megyünk, ahol a nagy koncert kezdődik majd. Szombaton pedig 2 órakor kezdünk, ott már lesznek gyerekprogramok is, népi játszóház, elmés játékok, játszóháza, kivonul a Paks 2, ők is egyébként szórakoztató formában mutatják be a beruházásukat gyerekeknek, családoknak. Lesz majd gyerekkoncert, és ez este 6-ig fog tartani körülbelül, amikor is újfent átveszi a szabadságtér a fesztivál központi szerepét, ahol kezdődnek szintén a nagy koncertek, és mindkét estének a befejező programja is a szabadságtéren lesz a városközpontban. A fesztiválnak vannak kísérő programjai is. A Magyar Szemmel kiállítás és a Tarka fotópályázat is megtekinthető, de véradás és főzőverseny is színesíti a műsorokat. Az idén 20. alkalommal jubileumi fesztivált tartunk, 2 év kényszerpihenő után, hiszen az elmúlt időszakban sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy ezt a nyár, illetve az egész év legnagyobb és mindenki által nagyon várt programját megszervezhessük. Ez épp ezért nagyon nagy a felfokozott érdeklődés és a várakozás, nem csak a szervezők részéről, hanem azt gondolom, hogy a város lakossága részéről is, nem hiszem, hogy nagy titkot árulok ezzel, hiszen tényleg mindenki nagyon szereti. Már a szabadságokat is sokan úgy tervezik, akik már nem élnek Bonyhádon, hogy ha valamikor, akkor a Tarka Fesztivál idején hazalátogatnak újra Bonyhádra. Éppen ezért azt látjuk és érezzük, hogy velünk együtt nagyon sokan várják már ezt az augusztusi hétvégét, és azt örömmel tudom elmondani, hogy nem csak a városi költségvetésbe terveztünk ebbe egy jelentős összeget ennek a fordítására, hanem egy nyertes pályázatnak köszönhetően.
köszönhetően is tudjuk a rendezvény sikerét biztosítani, és ami új jelem, és amiért nagyon hálás vagyok, és ezúton is köszönöm, hogy nagyon sokan szponzorok is, cégek is támogatják az idei 20. jubileumi fesztivált, hogy bízom benne, hogy minden készen áll majd arra, hogy ezen a színes hétvégén mindenki nagyon jól érezze magát, minden korosztály, hiszen mindenkire gondoltunk, mindenkire készülünk. Az idei Tarka Marha Fesztivál a maga nemében egyedülálló lesz, melyre az ország minden szegletéből várják az érdeklődőket. Ismét megrendezték a harmonika tábort, ahol Pece István harmonika művésztől és társaitól tanulhattak a gyerekek Bátaapátiban. Bár nem könnyű ezen a hangszeren játszani, sokat hathat azoknak, akik elsajátítják a fortélyokat. Bizonyára sokaknak volt ismerős az előbbi dallam. Immár 5. alkalommal gyűltek össze a magyar harmonikás tanulók, hogy együtt és egymástól tanuljanak. Az egyhetes tábornak a hagyományokhoz híven idén is Bátaapáti adott otthont. A hét zárásaként pedig többek között a Bonyhádi Perccel kúria udvarán játszottak a fiatalok. A mai este először Bonyhádon lépünk föl, itt a gyönyörű körülmények között a Perccel kúriában. Utána Szekszárdon lesz egy harmonikás flashmob fél héttől, és este 8 órától pedig Szálkán lépünk föl, ott az étterem vendégeinek fogunk játszani. Teljesen vegyes a dolog, mert nyilván mivel Schwab a környék, játszunk sok Schwab zenét, de a harmonika annyira nemzetközi hangszer, hogy szinte minden nép kultúrája benne van. Játszunk horvátot, szerbet, és játszunk franciát, játszunk bécsit, németet, úgyhogy nagyon sokszínű a műsor. Azt hiszem, hogy érdemes meghallgatni, mert aki szereti a harmonika zenét, az élvezni fogja. Évekkel ezelőtt Pece István arra vállalkozott, hogy újra népszerűvé tegye a gyerekek körében a harmonikázást. Én először harmonikás voltam, második osztályos koromtól, és ide jártam valahova, itt volt régen a zeneiskola itt a Perccel kastélyban, Köller János barátommal együtt, és harmonikás szerettem volna lenni, de ugye ez annak idején nem volt, mert kiderült, hogy harmonika szak nincsen a Pécsi Zeneművészeti Gimnáziumban. Ezt muszáj elmondanom. Kodály Zoltán, akit egyébként nagyon tisztelünk, és neki köszönhetjük a zeneiskolák nyitását. Egyszer volt egy rossz elszólás az 50-es években, hogy a szakszofon és a harmonika nem hangszerek. És ezt nyilván nem rossz indulattal tette, de valószínűleg akkor is már ilyenek voltunk, mint most, hogy amit a nagy ember mond, azt nem gondoltuk át, hanem mindenki elhitte azonnal, és ezért ez a két hangszer 50 évre kimaradt a teljes zeneiskolai struktúrából. A gyerekek körében nagyon népszerű, és a felnőttek között is van egy nosztalgiája. Minden családban van harmonika, mert vagy az apuka, vagy a nagypapa harmonikázott, és most gyakorlatilag ezen küzdünk, hogy a harmonikát szeretnénk visszatenni arra a színvonalra, meg arra a szintre, ahova egyébként való is megérdemli ezt a szintet, és látszik az érdeklődés, hogy most kellett kihozni még két sorszéket, mert az embereket is érdekli a dolog. A Bonyhádi Sportcentrum munkatársai évről évre megszervezik a vakáció ideje alatt a sporttábort. A gyerekek 7 éves kortól vehetnek részt a napközis táborban, ahol minden nap más-más sporttal ismertetik meg őket a szakedzők. Túrázni is szoktak, sőt a nagy melegben a strandolás is része a heti programnak.
Itt épp versenyeznek a gyerekek, hogy ki a legügyesebb és leggyorsabb labdavezetésben. Lelkesen vesznek részt az ilyen jellegű feladatokban is, szinte mindegyik gyerkőc nyerni akar. A Bonyhádi Sportcentrum 5 éve rendezi meg nyaranta a napközis táborát, ami mindig nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. 20-25 gyereket foglalkoztatnak ez idő alatt, akiket változatos programokkal kötnek le a szervezők. A diákok lelkesen beszéltek arról, hogy mennyire élvezik ezt a nyári kikapcsolódást. Nagyon jól. A tavaly is nagyon jó volt, meg hát az egész sportában nagyon jó, mert vannak sok sportok, és még lehet sokat játszani, meg lehet élvezni. Eléggé. Először vagyok itt, de attól függetlenül is nagyon tetszik. Sok barátom lett már az első napon, és hát lehet élvezni, nagyon. 3 éve járok, és nagyon jó ez a tábor, a legjobban a foci tetszik, de alapból minden jó, a túra is nagyon jó, a strand is nagyon jó, mert lehet csúszdázni, a mélyvízbe is menni, aki tud úszni. Nagyon jó ez a tábor, élvezhető. Ajánlom mindenkinek, főleg aki szeretne megtanulni focizni, röplabdázni vagy kosarazni. Hétfőtől péntekig tart a tábor, ahol délelőttönként különböző sportágakkal ismertetik meg a gyerekeket. Egy labdarúgással kezdtük hétfőn, és tegnap túrázni voltunk a meccsekben. Nagyon jó volt, igazi túraidő volt, Zengővárkonyról sétáltunk át Óbányára, és még a 7 éves gyerekek is gyakorlatilag teljesítették a 13 kilométeres távot. Ebédeltünk egyet Óbányán, festői környezetben a meccsekben, és jól elfáradtunk, hála Istennek, de nyilván ez is a tábornak a célja, hogy olyan programokat találjunk ki a gyerekeknek, hogy tartalmas legyen. A tábor alatt kosárlabdával, a focival, a röplabdával is ismerkednek a gyerekek. Általában ezek a szakedzések vannak délelőttönként, és a köztes időszakban reggel 8-tól 9-ig, 11-től délig, illetve a délutáni órákban pedig szakképzett pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Ilyenkor szoktak általában sorversenyeket csinálni, kimennek számháborúzni, felkerülsik a városnak a különböző olyan pontjait, ahol esetleg játszani lehet, és most is érkezett egy labda, és gyakorlatilag nagyon jó, imádom, tök jó, és a gyerekek is hál' Istennek szeretik. Háromszor étkezést tudunk nekik biztosítani, úgyhogy én ezt mindig várom, minden nyáron várom. Általános iskolás alsós gyerekek jönnek hozzánk, de van most is olyan, aki például a hatodikos, hetedikes, ők már tudnak nekünk is segíteni egy kicsit, ilyen ifi vezetőknek is szokjuk őket használni, nem kihasználva őket, de van, aki már visszatérő sportolónk, van, aki már 4-szer, 5-szer volt megalakulásunk óta, 2018 óta minden évben megrendezzük, ugye, valaki már az elejétől kezdve itt van, akkor még kicsi volt, most már nagy, akkor még nem bírta a túrát, most már az élen áll, és gyakorlatilag mint egy túravezető megy előre, és gyűri a kilométereket. A tábor következő turnusa július 25-én indul, ahová szervezők még várják a sportolni, strandolni, túrázni vágyó fiatalokat. A Bonyhádi termálfürdő adott otthont a férfi nemzeti strandfoci bajnokságnak, melyen az ország legjobb 6 együttese vett részt. A női mezőnyben pedig a szuperkupa került megrendezésre, ahol a házigazdák mellett a megmérettetés első és második helyezettje mérte össze az erejét. Kezdődik a nap utolsó mérkőzés és a bajnokság utolsó mérkőzése, a döntő. Világklasszis játékosok is pályára léptek Bonyhádon, ahol a férfi nemzeti bajnokságot és a női szuperkupát is megrendezték. Két nagyon rangos strandlabdarúgó esemény zajlik itt a Bonyhádi termálfürdőnek a strandlabdarúgó pályáján. Az egyik az a férfi nemzeti bajnokság, az az MBS bajnokság. Itt a legjobb 6 férfi csapat van itt, illetve a másik vonalon pedig a lányokat, a nőket képviselve a női szuperkupa, ahol pedig a házigazda Bonyhádiakon kívül az NB1-es bajnokság első és második helyzetje. Pénteki és szombati napon a férfi bajnokságnak a mérkőzései zajlottak, amelyik szintén a mai napon fog ugye véget érni, és ma jött hozzá még a női vonalon a szuperkupa küzdelme. Ez volt megszínezve lényegében közönségjátékokkal, illetve hát a táncos lányok, a strandfocihoz hozzá tartozók a zene mellett, úgyhogy ez az, ami még földobja a programot. A legtöbben a hazai csapat meccseire voltak kíváncsiak, ilyenkor még a medencéből is sokan kijöttek, hogy szurkolhassanak.
Most éppen a női szuperkupa döntőjének a küzdelmei zajlanak, és utána pedig következik a lényegében a fő esemény, amikor a férfi bajnoki arany fog eldőlni. A legérdekesebbek majd az eredmények lesznek, hogy milyen helyezést sikerül elérni a csapatoknak. A női szuperkupában a szigetvári keresztes lovagok és a tolnaiak közül fog eldőlni az arany sorsa. Férfi vonalon pedig a házigazda Bonyhád és az Újhartyán Bitzekker fog majd egy várhatóan nagy csatát vívni világsztárokkal a pályán a magyar bajnoki aranyérmér. A csapatok között volt azért különbség, azért az elmondható így most már a lezajlottak a napok, hogy volt, aki azért kicsit kilógott, bár voltak fiatalabbak is, volt csapat, amelyik abszolút megfiatalította a keretét, és ez mondjuk most az eredmény rovására is ment, meg nagyon nem volt mindegy, hogy melyik csapat ebben játszottak esetleg világsztárok, külföldi válogatott játékosok, hát azok a csapatok ezekkel a sztárokkal megerősítve sokkal komolyabb játékerőt képviselnek, és ezért is várható nagyon jó döntő, mert többek között az Újhartyán Vicekerben a lényegében két magyar válogatott sor mellett a világbajnoki döntős tahiti válogatott két sztárja is ott lesz. Illetve Bonyhádi oldalon is három ukrán válogatott, meg a BL-nek a gólkirálya szerepel. Azon kívül Fekete Viktor, aki talán a magyar strandlabdarúgás történetének valahol legjobb játékosa. Tehát azon, hogy nagyon nagy csata várható. A többi csapatban is voltak francia válogatottak például. Tehát az azért nagyba hozzásegítette ezeket a csapatokat az eredményesebb szerepléshez. A legtöbb játékos kiemelte, hogy jó környezetben és csodás közönség előtt léphetett pályára. Eddig egész jól állunk, ugye most készülünk az úgymond a döntőre, valamiért a sorsolás így hozza, hogy pont a két legerősebb csapat fog most találkozni. Pénteki napon egy mérkőzést játszottunk, azt abszolváltuk, illetve tegnapi napon egy neccesebb meccsen tudtunk nyerni, aztán este pedig egy sima mérkőzésen. Majd ma pedig délelőtt szintén egy könnyedebb mérkőzés, és akkor most jön az Újhartyán ellen úgymond a döntő, ugyanis ők is hibátlanok eddig, úgyhogy kettőnk közül dől el, hogy ki lesz a bajnoki cím. A szombat délelőtti Gyöngyös meccs volt a legnehezebb, ott az utolsó pillanatokban sikerült nyernünk. Jól érezzük magunkat, ugye egyrészt, mert hazai pályán játszunk, egyre többen jönnek nézők is, vannak a csapatban külföldiek, úgyhogy nagyon sokat lehet tőlük tanulni, mind a játékból, mind tényleg ennek az egész feelingjét át lehet tőlük venni. Nem érzem a csapatot fáradtnak, ugyanis elég bő a keretünk, tehát próbáltuk úgy szervezni a dolgokat, hogy mindenki pontosan ugyanígy játszon, és hogy a döntőre mindenki friss legyen. A női szuperkupát a szigetvári keresztes lovagok csapata nyerte, a férfiaknál pedig az Újhartyán együttese bizonyult a legjobbnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!